Sziasztok, srácok! Itt Zsomász, köszönök mindenkit egy újabb videóban, és a mai napon a Brawl Pass-ről fogunk beszélni, a Brawl Pass Season 1-ről, valamint a Brawl Pass Season 2-ről, és arról, hogy melyik éri meg jobban, és hogy mennyire fogja megérni -e nektek megvenni esetleg az előzőt, vagy a következő Brawl Pass-t, mert még mindkettőt megtejtek, Úgyhogy ma belevágjunk magunkat a Brawl Pass-ek és akkor kiemt mindenkitől. Az a szituáció, Brawl Pass. Brawl pass azért az még minden olyan fontos lesz, ez így a videó leges-leges legelején, hogy ha gemelt szeretnél effektívan elkölteni a Brawl belül, Mennyit kell elköltenem a játékra? Nem akarok! Nem akarok! Nem akarok! Akkor mindenféleképpen a Brawl Pass a legjobb válasz. Ez mindegy, hogy season 1, season 2, season 27, még azért ez a legjobb módszer, nyilván arra, hogy egyrészt skineket tudunk kapni, úgymond ingyen, tehát, hogy most ugye két skint is kapunk ráadásul, valamint ugye powerpoint-okat, goldot, ládákat, és esetleg ugye új karaktereket nyithatunk, szóval nagyon, nagyon megéri, szóval érdemes mindenféleképpen megfontolni azt, hogyha költök a játékra, akkor ne egy skint vegyetek, hanem inkább a Brawl Pass kifogadják, és két skint is kaptok, úgyhogy 200 Na de akkor beszéljünk is egy két a Season 1 versus Season 2 órási nagy Csatára. Nos, ugye a Season 1, ez 60 tier volt, ez 60 napot jelent, viszont szóval most már, ahogy láthatátok, a Season 2 70 napos lesz, és kiderült azóta, hogy ez azt jelenti, hogy 70 tier is lesz. Szóval 10 nappal több időnk van, tízzel több tírt kell kifarmolnunk. Ez azt jelenteni a legtöbb ötök számára, így, így alapjáraton, hogy jó, hát akkor ugye ennyivel ugye több dolgot fogunk kapni, lehet drágább, ez nem. Tehát nagyjából ugyanannyi dolgot kapunk, egy picikét többet egyébként, mint az előző szízum, elárulom nektek, de majd fogom számszerűsíteni a dolgokat nyugi. Fontos, hogy ugyanúgy 169 gemért lehet megvásárolni már a Brawl Pass 20 most már van egy ilyen nagyon menő megvásáros animációja is egyébként a Brawl Pass-nek, ennek tökre ülök, mert eddig csak rájöttem meg, te nem tudod, semmi fontos még egyébként, hogy a Season 2-ben bármilyen sorrendben begyűjtheted majd a nyereményeket a Brawl pass ami eszméletlenül király, és örülök, hogy a Brawl stars hallgattak az emberekről, és ez elég idegesítő volt, de most már ez is itt van, úgyhogy bármilyen sorrendben bármit be tud gyűjteni. Fontos információ még egyébként, hogy nem minden héten kapunk ugyanannyi és ugyanolyan jó questeket, ez így volt eddig is, és természetesen a következő szezonban is így lesz, hogy ez a 250-es, mint 500-as uh, tokenes questekre gondolok, szám szerint. Ezen egy picikét variálni fognak, tehát ezekből picikét többet fogunk majd kapni, ami persze jó dolog. Egyébként nem tudom, hogy tudtátok -e, de minél később vagyunk egy Brawl Pass annál több questet kapunk. Ami szintén jó dolog, már a végén egy ilyen nagy push meg tudunk tolni a következőre, hogy legyen egy csomó ládánk, új karaktert hogy ki tudjuk ennyitni, vagy bármi, valamint, hogy teljesen -e tudjuk egyáltalán a Brawl Pass-t. Amitől jó, az így lesz most is, csak még több dolgot, még több questet fogunk kapni, szóval még több gyeremény, még több kezd. Fontos, hogy amit nem gyűjtöttél be tír az előző Season 1-es uh, Brawl pass az nem fog elveszni, be tudod később is gyűjteni, valamint elvileg mostantól kezdve összességében, tehát heti per havi rendszerességben összesen több tokent fogunk tudni farmolni a questekből, ami szintén jó, mert akkor gyorsabban tudunk fejlődni, több dolgotunk szerezni. Na de akkor nézzük is meg összességében, hogy a Season 1, hogy is néz ki a Season 2-vel, hát így egymás mellé, ha rakjuk a két szezon, melyiket éri meg a legjobban megvenni. Először átnézzük a fizetős részével együtt, aztán megnézzük, hogy az ingyenes részén milyen változások vannak itt 14 megaboxot kapunk, míg a Season 2-nél 15 megaboxot, ez hát egy a különbség, de azért persze az is számít. A szezon 1-nél 32 big boxot kapunk, míg a Season 2-nél 40 big boxot kapunk. A 15 kis boxot kapunk, míg a szezon 2-nél 16-ot kapunk, ez már látjátok, hogy már csak a dobozok száma is tökre változatos, szóval ezért érdemes odafigyelni erre. 90 gemet kapunk mind a két szezonban, szóval ez nem változott. Mi mindig fontos, hogy kettő szezonként, hogy nem költöd el a gemet, akkor 169 gemet meg tudod vásárolni valamelyik Brawl Pass-t. Szóval, hogyha kibírod, úgymond 4 hónapig, hogy nem költesz gemet, akkor ingyen, ingyen kapsz egy Brawl pass tulajdonképpen. Úgyhogy érdemes kívánni ezt, hogyha szeretnél fejlődni a játékban és hosszú távra tervezem. Szezon 1 nél 1925 Power ot kaptunk, mint Season 2 nél 2025-öt, ez azért egy, hát százassal egy szintén több. Valamint 2200 gold volt a Season 1 míg a 2 2400 goldot kapunk közösen, és 13 pin volt az első szezonban, 15 a másodikba, és ugye az elsőben csak, csak egy limitált skinünk van a Merchant Gale, és itt a szezon 2 ben már két limitált skinünk is van, amik eszméletlenül barók, úgyhogy hát folyamatosan növekedik az érték a szezonoknak, mondjuk ez folyamatosan növekedik a szúzás, tehát hogy egy meg kettő van eddig ennyit tudom körülbelül, de hogy az előző seasonek is óriási nagy volt az értéke, viszont ez most még nagyobb lett és még jobban megnőtt persze, 10 nap a hosszabb, szóval azért több idők is van rá, meg így jobban el vannak az osztva a dolgok, de attól még király. Na de összességében ez mit is jelent tulajdonképpen? A Season 1 átszámolva sima kisládára 2053 kisládát tartalmaz, míg a Season 2 286 azért ez egy nem kis növekedés, azt kell mondjam. De adás, még egy plusz dolog érkezett azóta a játékban, szóval akinek megvan a Brawl annak a játékon belül ilyen menőn világíthat a neve tulajdonképpen. Nagyon tetszik, hasonlóképpen, mint Clash Royale, csak sokkal menőbb, bár itt hogy a játékon belül nem látszódik, de attól még szuper, szuper cool. Na akkor egy kicsit foglalkozunk az ingyenes részével is a Season Pass-nek, ami igazából a Brawl Pass csak Season Pass-nek hívom, mert fortnite be így hívják, úgyhogy ezért bocsánat. És hát mint ahogy már említettem, a kettes Season pass -ben több nyeremény van, viszont több ideig is tart, tehát így jobban el van oszlatva. Egyébként nagyon-nagyon hasonlít, és kisebb változások vannak benne. Tehát azért nincsen annyival több dolog, hogy 10 tér, és akkor pont 10 térrel több dolgunk van, több dolgot kapunk, szóval ez egy kicsit jóval eloszlatva a dolog, viszont mégiscsak egy picikét több dolgot kapunk. Tehát például az ingyenes részében 32-vel több boxot kapunk, 200 több aranyat kapunk, 100 több powerpoints és hát a gamble nullával kapunk többet, mert mind a kettőnek 90 kapunk, de hogy nagyjából ennyi a különbségek a uh, Brawl pass között. Úgyhogy nagyjából lesz rendemes tudni az új Brawl pass -ről. gondoltam ezt a videót elkészítem, mielőtt még ugye uh, július 7-én hétfőn megjelenik ez az új uh, Brawl Pass season, ugye akkor fog megjelenni hétfőn, akkor lehet megszerezni az új karaktert is, úgyhogy ebből majd lesz lányítós, live meg minden szokásos, ami ilyenkor szokott lenni, de gondoltam, hogy ezt előtte elkészítem, hogy mindenki hát uh, tisztában legyen a dolgokkal, ugyanis a Brawl Pass második szezonja már fix, a Youtube videósok külföldön már bemutatták, én ezekből az információkból tudok dolgozni, tehát nekem nincsen developer hozzáférésem, meg semmi ilyesmi, de ők mondták, hogy ez fix, ez így lesz, úgyhogy én ezekből az információkból építettem össze ezt a videót, úgyhogy remélem, hogy hasznos volt és informatív voltam, köszönöm szépen, hogy menészek a videót, ez most egy kicsit másfajta, ha szeretnének még több hasonló jelgű, informatív, fontos, videót, akkor nyomjatok egy lájkot, nyomjatok egy feliratkozást, ha még esetleg nem vagytok, és írjátok le kommentbe, hogy hogy tetszik az új csatorna logó, ugyanis én nagyon elégedett vagyok vele, és úgy látom, hogy nektek is tetszett. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltok, srácok, találkozunk a legközelebb is. Sziasztok!